A sárga mezes, kék alsó soly már hazai pályán harcolhatta ki a döntőbe kerülést. Az első meccsen a láthatlanba játszottunk, ugye nem láttuk előtte a Szászhalombattát, de most már készültünk rájuk. Az első játéknapon X-re végződött a két csapatnak a találkozója, úgyhogy nagyon készültünk erre a mérkőzésre, hiszen egy komoly feladat van hátra, szeretnénk feljutni az NB2-be. Volt bennünk feszültség, ugye az első meccs az X volt, 0-0-ról indultunk, ilyen meccsre számítottunk, tehát pont ilyen harcosra, kicsit verekedősre. A Szászhalombattaiak nem csak azért voltak nehezebb helyzetben, mert idegenben kellett volna bravúrt elérniük. Az, hogy nekünk egyetlen balkezesünk sincs, az óriási hátrány, az meccsenként egy 6-8 gól, ami meg is látszott. Koller János pedig nem túlzott, ugyan a vendégek szerezték meg a mérkőzés első gólját, ezt követően viszont az összességében 9 gólig jutó Teibler Dávid vezetésével 4-1-re ellépett a Solymár. Igazán hajtós, kemény mérkőzést láthattak a nézők, és a végül 4-szer eredményes Egervári Ádám találatával 4-3-nál újra szoros volt az eredmény. Egyenlíteni azonban már nem tudtak a battaiak. Sőt, olyannyira nem, hogy Ugi Dávid elképesztő védéseit követően elkezdett nőni a különbség. Majd a továbbra is ellenállhatatlanul kézilabdázó Teibler gólja után már 11-5 volt az állás. Azt kaptuk, amit vártunk, hiszen ott a Szászhalombattán ugyanilyen volt, csak ott az elején mi jöttünk ki belőle jól, most a Solymár. A 4 találatig jutó Kárpáti Krisztián vezetésével aztán a solymáriak még egy lapáttal rátettek az első félidő hajrájában. Így a korábban megszerzett 6 gólos előnyt tovább tudta növelni a hazai csapat. 30 perc játék után eldőlni látszott a csata sorsa. Tulajdonképpen az első félidőben az öltözőben maradt a csapat, én ezt úgy gondolom, és az a 8 gólos előny, amit az első félidőben a hazai csapat kiharcolt magának, ez elegendőnek bizonyult a második félidőben. A 16-8 meglehetősen beszédes eredmény, a játék minden elemében jobb volt itt a Solymár. Talán most a védekezés volt az, ami dominált, erre készültünk egy ilyen 4-2-re, és az nagyjából ült is. A jó védekezés mellett a végül 5 találati jutó Ferenczi Ádám vezetésével tartotta 8 gólos előnyét a hazai csapat. A Szászhalombatta talán nem túlzás azt állítani, hogy amolyan minden mindegy alapon óriási hajrát indított. Gólya Levente biztos kézzel értékesített a heteseket, szám szerint 5-öt, majd Ort Bence gólját követően valamivel több mint 5 perccel a vége előtt 24-20-ra zárkoztak a vendégek. Igyekeztünk a eredmény után szaladni, kicsit megközelítettük őket, de elfáradtunk, és nem tudtunk átesni a gólponton, én úgy gondolom, ez hiányzott. A végére egy kicsit kiengedtünk, azt gondolom, hogy túlságosan megnyugtató előnyt szereztünk a második félidő elején, emiatt pontatlanságok voltak a befejezéseknél, így az ellenfél jól küzdött és feljött 4 gólra. A felzárkózás rengeteg erőt vett ki a battaiakból, akik ennél jobban már nem tudták megközelíteni a Solymárt. 26-22 után már csak hazai gólok születtek, ami azt jelentette, hogy 28-22-re nyert a Solymár a Szászhalombatta ellen, és az idegenben elért döntetlent követően ezzel a biztos hazai sikerrel bejutott a döntőbe. Küzdelmes meccs volt, az első fél idő második felébe azt gondolom, hogy mentünk egy jó szakaszt, és az kitartott a mérkőzés végéig. Szerintem a csapat elfáradt teljesen ebben az egészben, hogy ahogy szaladtunk az eredmény után, és sajnálom, hogy nem tudtunk átesni a holtponton. A második fél időben, amikor visszaestünk, mondhatnánk taktikusan játszottunk, de igazából én úgy gondolom, hogy biztosan nyertünk. És megyei szinten ez egy kiváló mérkőzés volt, úgy gondolom. A hazaiak a továbbiakban a Domony elleni döntőre készülhetnek. Az igazság, hogy a Solymár az bizonyította a két meccsen, hogy egyelőre jobb csapat, mint mi. Úgyhogy egyelőre küzdünk a harmadik helyért, győzelemmel szeretnénk befejezni a szezont. Úgy gondolom, hogy nekünk kellett volna ennek a két csapatnak játszani a bajnoki döntőt. Véleményem szerint mi vagyunk ez a két csapat a legjobb. Gratulálok a Solymárnak, mindenről lecsúsztunk, nekik meg megvan az esélyük. Az is egy nagy csata lesz. Megpróbálunk felkészülni a lehetőségekhez képest maximálisan. A döntőt a női junior, a női felnőtt, valamint a férfi junior fináléval együtt június 4-én rendezik Budaörsön.